ott voltam 2013-14-ben, hogy alig volt már fellépése, meg már nem nagyon, lelkileg is már nagyon úgy azt voltam. Azt hittett, hogy vége? Úgy voltam, hogy már nincs mit vesztenem. És akkor hívott az RTL, hogy akkor a celeb vagyok. És tudni kell, hogy én előtte még egy évvel ezt mondják, azt mondom, hogy de, hogy megyek én bogarakat tenni, ilyeneket. Hogy mennék én már? Hát én mai napig azt mondom, és sose csinálnám egy bogarat enni. Sőt, aki megeszi a bogarat, én azt mondom, hogy hogy lehetsz ilyen? És akkor azt gondoltam, hogy itt már nincs mit veszítenem, és akkor mondtam, hogy jó, oké, akkor menjünk. Sose felejtem, úgy féltem, tesó, hogy én nem aludtam előző éjjel. Nem csodám. Nem tudtam aludni. Csináltunk egy ilyen kis búcsúbot a család, mindenki mondta, szia, Lazi, tudod. Mentem el, és a repülőtére megláttam az Aurélió, figyelj. Láttam, nem aludtam egész éjjel, ki voltam készül, azt mondja, mi van majd a kóbász? Kóbász? Szinte, hogy én ben voltam tiszta rézébe, tudod? És mondom neki, mondom, vitt a bőröndömet. Első találkozott a Aurélió. És az nem visszaszólt, hogy miért vinném én a bőröndödet, hogy ki vagy te, vagy ilyenek. Elkezdett röhögni. Hát az embert, azt mondja, de bírom ezt az embert, azt mondja. Hatalmas forma vagy, azt mondja, vigyem a bőrödönet. Volt itt, és megkedveltem. Ebben a műsorban kedveltem meg. Abban a pillanatban, amikor ezt csinálta velem, mert én amúgy nem bírtam őt, hogy a való világos üzéket, tehát nem néztem semmibe. Helikopter. És várj, és megszerettem őt ott, és mentünk. Még egyszer-kétszer rászoltam, hogy beállt előtt levelközött, meg így mondom, álljál le, mondom, levelközítem, mondom, lemondom, hogy ezeket kapsz. És basszus, én ott úgy elengedtem magam abban a műsorban, hogy nem volt mit feszítenem. Hogy én magad voltál. Hogy amikor nem is számítottam rá, pedig előtte már éveken keresztül előtte gondolkodtunk a menedzseremmel, az egész mindenkivel, bandával, hogy mivel lehetne újra visszajönni, bedurran, még egyszer egy nagy izét csinálni, egy nagy hype-ot, tudod? És ott ez volt az. Ez volt az a szerep. Tudod mi? Amikor azt mondtam, hogy elengedem.